Jaj, oly váratlanul történik halálunk, drága családimtól, kedves barátimtól, világból búlásunk. Szombaton családja, munkatársai, barátai és tisztelői körében a Budai úti református templom urnatemetőjében kísérték utolsó útjára az életének 74. esztendejében elhunyt Lukács László néprajzkutatót, a Magyar Tudományos Akadémia doktorát, a Szent István Király Múzeum nyugalmazott főmúzeológusát, Fejér vármegye és Zámoly község díszpolgárát, mindannyiunk Laci bácsiát. Egy viharban, mikor már vízre várták a helyet az apostolok, azt mondta, hogy bátor legyetek, ne féljetek, ne nyugtalanodjatok a szívetek, én vagyok. És rögtön partot értek. László testvérünk, reméljük, hogy ezt a partot elért az örökké valóságban, és nekünk is most nem a szorongás, a keserűség, tanakodás az osztályszünk, hanem hogy bátran és bizalommal Isten tegyük, ajánljuk őt is, és tegyük a magunk életét is. Lukács László 1974-től volt a Szent István Király Múzeum néprajzkutatója, ahol feleségével, dr. Demeter Zsófiával egy időben kezdtek el dolgozni. 1984-től 2006-ig néprajzi osztályvezetőként, majd 2007-től főtanácsosként dolgozott, 2008-ig nyugdíjba vonulásáig az intézmény főmúzeológusa volt. Laci bácsi feleségével együtt majd 50 éve állt a Szent István Király Múzeum alkalmazásában, aki ez alatt az idő alatt meghatározó alakja volt az intézménynek, és nyugalmazása után is aktív résztvevője maradt. Kiváló szakember, aki mindig a legjobbat nyújtotta. Munkáját mindig nagy precizitással és odafigyeléssel végezte. Lukács László főkutatási területe Közép-Európa néprajza, népi építészete, a tanyák, a szőlőkultúra, a népszokások, a történeti mondák, a céhes ipar történetek, az iparosok hagyományai, valamint a Kárpát-medencei táj és néprajzkutatás volt. Szomorú szívvel érkeztünk, hiszen a szív és a lélek is ilyenkor az elvesztés, a veszteség gondolatával van tele. Különösen igaz ez természetesen a családra, a legközvetlenebb szerettekre, de a barátokra, ismerősökre is. De hinnünk kell, mert a hitünk arról szól, hogy ez csak a földről szól ez a mai nap. És ami igazán fontos, az az ő életében is máshol van. És ahol ott most van, ott bízunk benne, hogy mosol, a békesség az az Úr. Laci bácsi egy a Fehérvár Televíziónak adott interjújában így fogalmazott. A mi fő feladatunk a magyar népi kultúra megőrzése, megismerése, továbbadása és mindennek publikálása. Ezt fel kell tárni és dokumentálni, és tennünk azért, hogy bemutassuk széles körben. Ha mi ezt nem végezzük el, tartok tőle, hogy más nem végzi el helyettünk. Hála Istennek, a magyar néprajznak még van ereje, hogy a teljes Kárpát-medencei népi kultúrát, hagyományokat feltárja. A korszakos néprajzkutatót a neves szakember Székesfehérvár önkormányzata és a Szent István Király Múzeum saját halottjának tekinti.